No, most akkor mi a helyzet, bátya? Az a helyzet, hogy elmegyünk, megterveztetjük a Roma Romeo és Júlia plakatját. Na, az jó. Úgyhogy most az lesz a következő. Az nem rossz. Én is rajta leszek? Miért lennél te rajta? Zsolti? No. Te nem főszereplő vagy. No, hanem no. Stabtag. Staff. 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 Yes? Jó, yes, everybody, yes. Everybody. Yeah, staff. Hát én is hát lehet ma rajta. A plakáton. De mi lenni a plakáton? Na jó, de oda kéne nekem valami f***a cucc is, nem? Mi, nincs ruha? Te onnan lenne ruhám, te? Csak egyet nem értek, Zsolti, no. Hogy basszus, te is kapsz anyamtó pénzt, hogy mire költitek el? Neked sem útkor nem tudta a temetésem, mert nincs nadrágod, nincs téli kabátod. Zsolti, te mire költöd a pénzedet? Te sok gyerek ott van, maradok mindig rínak. Nem nagyon szeretek úgy vásárolni, mint Győziék. Egy az, hogy én nem is tudok úgy olyan bótokot, meg címeket, hogy hol vannak ezek a dolgok, meg merre kell menni. Ő ugye jobban tudja, jobban járka a Pest fele. Ő jobban tud mindent. Kellene nekem egy pöltöny. Igen. Kellene nekem farmer nadrág. Igen. Alsógatya, fecske. De alsógatya nincs otthon. Honnan lenne, mindig meg kell valami, amikor kimossak. Meg szemüveg kéne a fejemre, mint neked van. De Zsolti, az nem mindenkinek. De csináld ide ezt a szemüveg. De Zsolti, bocs, állj, nem mindenkinek aljó a szemüveg. Zsolti, ne turkálj az autómba, légy szíves. Zsolti, ne turkálj az autómba. Elvihetné Andrásid, ott is vannak azok a bótok berakva. Nem, Vladikol, amikor az Andrásidra akar, mert amikor én nem engedhetem meg magamnak, hogy az Andrásidra menjek. Nem lehetne, mert venné nekem azt a cipőt, azt a magas cipőt. Magas cipőt. Én nem engedem meg magamnak, hogy az Andrásidra menjek. De egyszer nekem nem lehetne venni cipőt. Szép cipőt. Zsolti, összegyűjtöd a pénzedet, azt egyszer veszel magadnak. Ő neki Budapest olyan, mintha maga New Yorkban lenne, és én szeretek vele együtt lenni, mert újakat tudok neki mutatni, megtanítom neki Budapestet. Akkor elmegyünk Angélaékhoz shoppingolni, veszek meg... Ki az Angéla? Egy boltos. Szép a ruhanok? Szép, szép, szép. Na, akkor nekem vegyetek mindenfajta ízét akkor. Egy a lényeg, hogy alsógatja, abba fecske van-e nekik? Biztos, hogy van nekik. Na. Jó van akkor. Na, ja, hát az így van. Nagyon jó. Csókolom. Sziasztok. Csókolom, szia Angéla. Hát megmondom neked őszintén, Győzi, a kirakatban néztem, vannak dolgok. Na, Angélika, segítsél nekem, akkor ja, drágám, szeretnénk öltönyt. Mondom a Zsoltinak, mert te innen már kifogytál. Igen. Na most... Milyen típusú? Milyen olyan... rendezvényre szeretnél? Nem rendezvényre kell nekem csókolom, én főnök akarok lenni. Lesz majd ő feliratos jackikbe, kabátokba, lesz majd a haja megfestve szőkérem. Most hagyom a minimalizmusba. Hagyom őt, hogy egy szokja a divatot. Ezt nézd meg az arcot, homoré, ez sokkal jobb. Nem, jó, ez a jó. És ez jó. Ő egy sportzakó, tehát ő egy farmerra. Na, ez a jó. Hol sportzakó, amit amikor a portas vagy a szekuritéke. Na jó. Bújja bele ebbe. Na ez az a jó. Is kell nekem. Ez a jó. Na ez. Na ez jó. Hát ez hogy van, Mária? Ez nagy méret. A Győző ezt a... Várjál! A Győzinek meghallgatom a véleményét, mert azért, mert ő jobban jártas a dolgokban, és nagyon remélem, hogy ő nem akar nekem rosszat. Na ez meg akkor lesz, hogy te át kell osztogatni kint a castingon, azt, hogy ne falsz. Ez a jó kabáté. Várjál! De egy számmal kisebb kéne, Győző. De kezem sincs. Na, amúgy meg jó. Ennyit nem adok, 69 ezeret, ne haragudjál, az sok. Hát legelőször kellemetlen volt a helyzet, mert ugye felpróbáltam, nem volt még ilyenben részesedésem, de utána, mikor a kabátot felvettem, az volt a legjobb. Angéla, hozzá ma neki két makkos cipőt hozzá, hát 47-es lábad van, Mare? Ha. Hozzá két makkos cipőt hozzá csak. Jó, győzze. Nem, rossz. Ahhoz a plázom. Jó lesz, vagy te olyan beteg ember, hogy jó mondja a fal. Sportosabbat? Ezt kell neki, mert ez csúnya. Megint egy sportosabb? De makkos nincsen, az ez a jó csókolom. Az igazi makkos, kerekorú van még. Erigy onnan. De mit erigy onnan? Erigy onnan, te mindig. Hát ez olyan, mint amikor a gyalba a munkaszcipőt adja. Sokáig elmegye. Ez hótaposónak is jó, ugye csókolom? Hát de milyen hótaposó? Nem hótaposót veszünk, Zsolti? Ne, ez jó. Hát ég egy sima ilyen cipőt. Ugye ki lesz nekem is írva ide, hogy ugye mit kéne ráhímeztetni? Van olyan cégük? Annak utána nézünk. Jó, és azt kérde írni, hogy boss. Utána nézünk és... Mit kell odaírni? Boss. Az én vagyok, hülye gyerek. Na, ezt fogod élvezni, Zsoltika, úgyhogy... Na de jó, most figyelj majd, de várja most cseppet, most én benne leszek a plakát. Mori, mi lenni te benne a plakátra? Nem vagy te főszereplő színészeti mesterségre, nem jart a színészeti de legalább egy kicsit tegyetek már engemet is.
bakot, hát teszem azt a tanácsot. De most minek kurcolsz akkor engem ide? Sziasztok, vagy szia! Hello, szia, üdvözlünk! Szia! Szia, Palikám, üdvözöllek! Testvérem szia, Zsolt! Szia, Gáspár kisebb, én leszek a helyettes. Nagyon szeretnék rajta lenni én is a plakaton, hogy lássák azt, hogy felfigyeljenek rám, hogy én is ott leszek ebbe a dologban. Kérek én is egy tollat papírt, jó? És akkor mit szólsz ehhez a... Tulajdonképpen akkor te hogy szólítanad meg, a korosztályhoz csinálnad, vagy jó ez, vagy mennyire nyúlnál bele? Hát de várjatok majd cseppet, Pali bátyám. Nem akarok beleszólni a munkádba, Isten menj. De úgy kéne megcsinálni, hogy valahova az én arcomat is, mert lesz egy öltönyöm, az én arcomat is be kell vágni. Jó? Csak nyomjátok akkor. De Zsolti, várjál Zsolti, állj meg a menet. Te nem vagy főszereplő. Sima segédmunkás. Helyettes vagyok. Nem, segédmunkás vagy. Bocsáss meg. Na jó. A te képed minek legyen benne? Zsolt, ne vegye ott az irányítást. Az irányítás az én vagyok. Bocsánat, ő a staff, én a boss. Ő egy alkalmazott ebbe a produkcióba. Én pedig maga a főnök. És azt vettem észre, hogy átvette az irányítást, és ezt nem szeretem. Egy nagy molenót kell nekem csinálni, ami... De faluban nem rakjuk ki. De Zsolti, fejezd már be! Itt hagylak, rohadjak, hogy még egyszer itt Palinak... De Zsolti, mondod, ennyire szerepelni nem akar. Szerepelni, akkor nem tudjak, hogy én vagyok a főnök. De te nem vagy főnök, te segéd... De helyettes se vagy, segédmunkás vagy. Hát ott a plakátosnál nem esett jó, amit velem csinál, mert voltak Győzinek jó ötlete is, de szerintem az én ötleteim sokkal jobbak voltak, mert Győzi már teljesen túl komplikálja ezt a dolgokat, azért kéne egy picit engemet is meghallgatni. Belenyúlhatsz még, hogyha úgy érzed, de tényleg maga a brand meg a logó ez lesz. Jó. Jó, ezt mi nem használjuk plakátra meg erre, tulajdonképpen ennyi. Jó, én úgy érzem, hogy nagyon sokszor a kevesebb több, tehát fölösleges, de most telefonszámok. Nem, Isten őriz telefonszámok, e-mail cím, az majd a hirdetés, mert ha valaki engem meg akar keresni, tudja azt, hogy a Gáspár Győző, ott vagyok a neten fönn, tudják a telefonszámot, írnak nekem e-mailt, ez nem szó róla. Persze, de Pali, meg ilyet kéne csinálni, röbetűt a Romeóra. Meg a szereposztásban ilyeneket ragasztunk ki, hogy ki lesz a Romeo. Ez nem hülyeség. Na, most Zsolti, Pali, most, meg tudjuk most ilyet még nem mondtam. No. Fogod magad, most no. Lemégy a kocsiba, ott pihensz. Mi az, hogy rövetünk? Ezt elmondod komolyan. Nem babszín házadják, nem hülye gyerekek jönnek ide, kisgyerekek, hogy ilyeneket ragasztunk ki. Normális vagy te? Megvallak a kocsiba, majd akkor megbeszéljük a dolgot. Kérem szépen, nem jutottunk előbbre. Vissza kell még menni a plakátkészítőhöz, de nélküle. Mert vele többet nem lehet visszamenni. Ott egy picit az alját átalakítjuk, ezt egy picit majd megnyújtjuk, és akkor a többit majd az egyes méretnél látni. Jó, rendben van. Szerintem meg is beszéltük, Pali. Akkor majd egy látványtervezőnek adjam van nekem telefonszámot. Jó, légy szíves, azt megköszönném, mert azért még az hiányzik. Győző, találtam ilyet én. Kollégája mondta. Ezzel, ez a ragasztó, ugye főnök? Beragasztanom, azt kitenném mindenhova. Na. Mit nem értesz ezért? Fasza, beizéljük, így, végig, érted? Be, azt akkor felragasztod. Mi a véleményed erről? Az a véleményem. No. Az a véleményem, de most ezt halál komolyan mondom, fogod ezt a pisztolyt, leteszed, no. Leteszed ezt a pisztolyt, no, az... lemégy az autóba, és itt hát de ma voltam a kocsiba. Mondom, lemégy az autóba. De ma voltam. Ne idegesítsét el. Menjél le magad. Ma van olyan, néha majd én is... Megmondom őszintén, egy-két sallért akarok neki adni, de én még visszaparancsolom magamot, de lehet, hogy kap egy sallért, lehet, hogy akkor ugran a helyre az agya. Jó, Panikám, akkor tulajdonképpen ennyi, jó? Jó. És akkor innen folytatjuk, jó? Megbeszéltek. Köszönöm. Mama jól lefárasztotta, annyira szerepelni akarsz. Szerepelni akarsz. Plakátor akarsz lenni. Ha én is azt akarom nyomni. De Zsolti, de... Győző, én is ezt akarom nyomni, hogy jó legyen. Nem? Légy szíves, ne beszélj velem csúnyan. Egy. Jó, van, na. Kicsit pihenjél, de van egy meglepetés. Nekem ne legyen meglepetés, megyünk haza. Haza kell figyelni. Megyünk haza. Idegeskedjél, amit idegeskedél mindjárt te. Van egy meglepetés, ez le kell zongorázni. Jó. Lepődjél meg te, megyünk haza. A publikán tegyére, a publikán borocsilokra. Jajsi valóvétászlóna kár. Alors, il y a qui sort, est-ce que le boss l'a atteint? Allez, ma, hadjat, ma!
Én vagyok Maré, hát akkor én hogy lehet mulatni, a franc vegyem le a pofádot. Hát éhen nem lehet mulatni Maré. Na hát hagyd ma végig azt az egyben, legközelebb hozzam magadnak elemúzsia. Na éhen, hát szóljon a zene. No, elég na elég. Na elég, ma franc! Hoppá! Santa pubblica e la cina e fai segno la dia e fai segno la dia. Jaj, ne kapcsolod ma, aki, no! Hát éhen nem lehet mulatni, Mare. Mi ma, ma ennyi nem vett élek. Én veszel otthon ma magadnak, ennyi cső. Zsolti! Éhen nem tudok se vezetni. Zsolti, nagyon megkélek, hogy hadd szóljon a zene, mert szájba leszel. De a meglepetésre... De nem érdekel... Ennyit mondjam, bekapcsoljuk. A meglepetésre... Nem érdekel a meglepetés, hogy haza fogunk menni, ennyi, szevasz. Hello. Hiába pampolok neki, mondom neki, hogy meglepetés, nyugodjál meg, jó helyre viszlek, de ő nem. Várod már meglepetést? Te várod már meglepetést? Ja, menjél, békén a meglepetését, de na, adjál. Na jó, van, én csak jót akarok neked, te. Hagyd szóna zenem. Gyere! Jó napot! Jó napot! Tiszteletem, uram! Jó napot! Jó helyen vagyunk? Attól függ, mit keresnek? Ilyen állatokkal kapcsolatban, tiszteletem, uram, Gáspár! Bíró leszlek! Na, figyelj ma ide, bátya! Gáspár, győző! Most így fájj ma, álljon meg, álljon meg, amennek fáradt vagyok, haza akarok menni, otthon várnak, állj, elnézést! No. Ide minek jöttünk? Mondtam, hogy lesz egy meglepetés. Milyen meglepetés? Egy komoly meglepetés. Milyen szeretnék? Komoly meglepetés? Haza szeretnék menni, mert fáradt vagyok. Hát azért szervezek neki ilyen meglepetéseket, hogy meg ilyen cseleket bevinni a dolgokba, hogy lássa azt, hogy én is intézek dolgokat. Azért volt ez leszervezve, ezek az állatokat is beszerettem volna tenni, mert láttam az egyik mesefilmbe, hogy ezek az állatok ott voltak, szerepeltek, és ez kell bele. Ne magyarázzam, minek jöttünk ide? Az úr megmutassa nekünk a béka. Minek mutassa meg az úr? Mert ez kell nekünk a műsorba. Bocsánat, állj meg! Elnézést! Hol olvastad te ebbe a könyvbe, amiben leírtak a Rómeó és Júliát, hogy volt benne béka? A békát megcsokoljak, és akkor... Az más, állj meg! Elnézést, mi a keresztemet, bocsáss meg! Laci, te a Rómeó és Júliát láttad. Abba volt béka? A Valdiznisbe. No, de ez nem Valdiznis, de sötét vagyok. Hát azért leszem, uram, mutassam meg nekünk, hogy el tudja képzelni, hogy mit akarok. Hát ilyet a föld még nem szült. Hogy egy musicalbe állatokat teszünk, a nem rajzfilmet tervezek én, meg állatos filmet, meg természetfilmet forgatok. Minden szereplőnek lesz egy állatja. Tessék bemutatni, uram. Na, valam, nézd meg azokat a gondolatokat, amit én akarok. Nézd meg, ne siessél, győző. Nyugodtan legyél. Nézd meg a... De most gyere vissza, győző! Na, Zsolti, fejezzük be, jó? Fejezzük be, hát ez jó? Nem, semmi bajod fejezzük nem lesz. Be, Laci, tedd vissza, légy szíves! Ne tedd még vissza, Lacika! Lacika, tedd vissza! El akarom mondani, győző, hogy úgy volt abban a musicalban, hogy megpuszilta, és teljes... De ez más volt! Az egy másik musical volt! Sötét vagyok! Nem szorul össze a torkom, mikor kígyót látok, csak undorodok. Nem tudom legyőzni. Nem akarom legyőzni, és nem is fogom legyőzni. Zsolt meg az ajándékat, adj oda a szomszédnak. Na, van itt kígyó is, minden, abból 10 darabot rendelek. No, minek rendez 10 darabot? Minek? Hogy senki ne jöjjön be magunkba, izébe, minden műsorban. Szereplőnek lesz állatja. Minek lesz állatja? Foly, de undorító. Neked kis feje van, győző, gyere, nézd meg. De hagyj engem békén, megkérlek, tudod, hogy a kígyókot ki nem alhat. Laci, gyere majd picit. Nem, Laci, ne hozd ide, mondom, ne hozd ide, Laci. Ne hozd ide, ha nem akarod azt, hogy szétverem az üzletet, ide nem hozod ide. De, nyugodjam, ma meg, hazafele veszik neked ezt a zebrahalat. Vegyél, elmondnak, vegyél. Mert láttam az interneten, hogy... Láttad az milyennek interneten? A neve? Zebra Dánió. Zebra Dánió. Zebra Dánió. El tudod te képzelni, Laci, hogy egy musicalbe egy ilyet, egy majd a szereplők majd elkér... Hát győző. Ez mindenki megkapja ajándékba. De milyen ajándékban? A minden szereplőnek lesz egy kis alanya. Békabó 10-et kérek, ebből meg 20-at. Én meg azt kérem, hogy takarodjon ma ki magadnak innen, mindenért. Hát de marad te normális vagy? Ha nem állatkertet csinálunk, Roma, Rómeó és Júlia, mert mindjárt fogom ezt a szétvellek vele. Győző, visszamegyünk abban a régi stílusban. De milyen régi stílusban? Csinálja magadnak te, amit akarsz. Írd meg a forgatókönyvet, de itt, hogy állat a színpadon nem és lesz. És egy legunát, vagy ez milyen legunát? Leguán van. Mutassa majd a Laci Azt kinek szóltad a legúan? Az Rómeónak.
A Rómeónak a segédje fogja hozni. Carpittio. Milyen Carpittio? Milyen Carpittio? Rómeó legjobb barátja győző. Carpittio. Rómeó legjobb barátja. Te ma átírod ma lassan ma a neveket is. Megtetszik azt is mutatni nekünk, kedves uram? Akkor felírja ezt 20 darab. Nem kell, Laci. Nem, oda senki ne hozzon semmit. És melyik változtassa Szilit? Amik a kaméleonok. Az is van? Az is van. Megnézzük egy olyat? Mi az a kaméleon? Olyan vicces úszák fárján, és tudja változtatni Szilit. Na csak mutass egyet. Na igazért mondom én, igazért nem mondtam én hülyeséget, te! Te igazért nem mondtam én hülyeséget, csapja a bele egyet, testvény! Csapja a bele, jobb, ha otthon ma mennénk, aztán küdnénk otthon. Na, én fekszél, mi itt. Na nézd meg, ez milyen szép egy őző. Ez mikor változtassa a szilét? Télen vagy nyáron? Nem, a... Hülyeséget kérdeztem? Nem, 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 nem. Ugye a háttértől függ, hogy milyen színe van. Tehát mit tudom, egy kicsit ide rakom neked, akkor elkezd így feketedni. Tehát, hogy ez nem a hű... Mondjuk a hőmérsékletől is függ, de igazából a háttérnek a... És ezt a nagyot hogy hívják, ami ott van a... Zsolt. Zsolt.